A Csengeri Református templom büszke falai az Árpád-kori magyar világba hívnak utazásra. Oda, ahol a magyar lélek még emelt fővel nézett szembe Európa hatalmasságainak szellemével. A beregi őseink tiszta szívvel, önzetlenséggel tudtak összefogni és alkotni. Téglából építettek lelki hajlékot maguknak. A koragótikus templom a 14. század derekára készült el, és mára országos hírnévre tett szert, okkal. Hiszen sötét és világos, vagy ahogy erre mondják, piros-fekete színű mázas téglákból rakták falait. Mint az árvíz, úgy söpört végig a reformáta szellem ezen a vidéken. A hitbeli megújulás vágya lángot gyújtott Csengeren is, és a közösség egy szándékkal, egy akarattal kulcsolta össze a kezét, és borult le az atya elé, azt hirdetve, szent, szent, szent a seregek ura. A Csengeri Református templom falai a hit erős bástyáiként magasodtak a vidék fölé. Olyan szakrális és szellemi központ jött létre, ahol a magyar reformátusok több alkalommal is zsinatot tartottak. Így tettek 1576-ban is. Ekkor állították össze Milius Juhász Péter vezetésével a csengeri hitvallást. Az itt megfogalmazott hittételeknek köszönhetően ettől a zsinattól számítják a református egyház országos térnyerését. Az innen kiinduló lelki és szellemi erő egységbe szólította, egységbe fogta az egész magyar földet, a magyar nemzet vezérgondolatává emelve a reformációt. Erős hitben megállva a Szent Eklézsia 1740-ben elhatározásra jutott. Mennyezőmestert hívnak Csengerre. Felsőbányai Asztalos István kapta a megbízást. Tudását, ecseteit talisznyájában hozta, és keze munkája nyomán 1745-ben már a 135 festett kazetta áldó védőmennyezete alatt vallották a magyar reformátusok a csengeri hitvallás sorait. A nagy és jó Isten akarta az emberi gyülekezetek létrejöttét, hogy minden összejövésükben őt, az ő egyszülött fiával és szent lelkével dicsőítsék. A csengeri mennyezet egyik sajátossága, hogy a rendkívüli magasságban 5 kazettán is a napképe tekint le az imádkozók közösségére. 5 nap, melyek jelentése csak akkor értelmezhető, ha ezzel párhuzamosan a magyar népművészet szellemiségét, hagyományait hívjuk segítségül. Így derül ki, az 5 nap csak együtt, folyamatábraként értelmezhető. Állapotokat fejeznek ki, ugyanannak a fénynek más-más viszonyrendszerében megfogalmazott üzenetét. Tulajdonképpen ebből bizonyíthatóan csak egy a nap. És az a nap egy hármas rendszerben jelenik meg. Az egyik, hogy honnan tudjuk, hogy nap, onnan, mert körirata van. És a körirat egyértelműen jelzi, ez a Sol Justitiae Illustranos, tehát ez a latin felirat, ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy igazság napja, világíts vagy világosíts meg bennünket. De itt az igazság napja egyértelműen Jézus Krisztust jelenti. Ha kettővel odébb megyünk, akkor viszont a holdat látjuk. Tehát látjuk, hogy ez egy naphold kettősben adja a nap tulajdonságait, de rögtön lebontva üttörténeti jelentéssé, és ezért nem hagyja meg magát a napot se, ha közvetlenül őt idézni, akkor se hagyja meg fizikai jelentés szintjén, hanem azonnal kiterjeszti, és
az üdvtörténeti jelentését hangsúlyozza felirattal. A kettő között viszont, a nap és hold között, ott van egy olyan ábra, ami egy sugárzó központ, de nincs fölirata, tehát nem mondhatjuk rá, hogy ez a nap. Ez egy könnyelmű döntés, amikor az ember lát egy sugárzó, ráadásul meleg színben, tehát sárga, okker, esetleg éppen vörös valamelyik árnyalatában jelenik, és azt mondja rá, hogy ez a nap. Egyáltalán nem biztos. Ez csak azt jelenti, hogy ez a kegyelemnek a kiáradása. Tehát lehet egy teremtés központ. Az a lényeg, hogy itt kiárad a teremtő erő. És ennek van két felénk fordított arculata, úgynevezett két nagy világító, az egyik a nap, amelyik konkretizálva most már üdvtörténeti szempontból természetesen Jézus Krisztust jelenti. A hold viszont egyik jelentés árnyalatában kétségtelenül női minőséget fog adni, tehát ez azt jelenti, hogy az üdvtörténetből kihagyhatatlan Jézus Krisztus anyja, tehát Szűz Mária. A fénykiáradások azonos formáját jelenítik meg a mennyezet kazettái. Hol egymás mellett, hol átlósan. Éppen ezért kétféle üzenetet közvetítenek. A kiáradásnak a földi és égi minőségét. Ez pedig annyit jelent, hogy ember figyelj, lelked nyisd meg és tanulj, hiszen a földi kérdéseid sorsod egyetlen válaszadója, vezérlője, maga az Isten. Itt elég nagy mértékben megmarad halnak egészen a fejig. Tehát akár úgy is leolvashatom, hogy ez a halaknak és egy vele szemközt lévő, tehát számára lelkiséget, illetve még távolabb, ugye a fej szintjén pedig szellemiséget képviselő tulajdonságot jelenítenek meg. Na most ez általában az évkörben, amit nyugodtan szakrális évkörnek is nevezhetünk, mert hiszen ebben dolgozik az egyház is, a maga ünneprendjével. Tehát ebben ez általában a halak szűztengelynek felel meg. És ebben a fej, most a képjel tanúsága szerint, ez a rációt, tehát a racionális értelemnek a működését jelzi, és ennek kellene tartalommal megtölteni a halak hétköznapjait, tehát egyfajta testi megjelenését. Míg a másik sellő, a maga megkövesedett az oroszlán jegyre utaló képében már más tulajdonságok veszélyeire hívja fel a figyelmet. Az anyagias, a hatalomhoz görcsösen ragaszkodó téves emberi vágyak térnyerésére. A veszélynek a forrása az, hogy mi most csak a racionalitást tekintjük vezérelvnek. Tehát a szellemiségünket csak a ráció, azaz a legszigorúbb formálogikai rendszerre épülő értelmi tevékenységtől engedjük vezéreltetni. És ez nagyon nagy veszélyekkel jár. Ezek, akik itt dolgoztak, nem csak, hogy nagyon szép vonalvezetésű rajzokat tudtak ránk hagyni, mert ez egy gyönyörű vonalvezetésű ábra, hanem nagyon sokat tudtak a világ működéséről. És ezt mi olyan nehezen vesszük tudomásul, hogy azért, mert mi butuskák vagyunk, mert ezt most nagyon finoman fejeztem ki, de gyakorlatilag ez a helyzet, az nem azt jelenti, hogy az őseink is azok voltak. Sőt, nem csak, hogy a saját helyzetüket látták rendkívül tisztán, ezért ne felejtsük, ez egy templom. Hát ha itt nem látok tisztán, akkor hol fogok tisztán látni? Tehát nem csak a saját sorsukat, hanem messze előre is. És éppen ez a megdöbbentő, hogy mennyire pontosan érzékelték, hogy mi mindenre kell vigyázni, mert ez a halak világ hónapja, ez több rendbelileg bonyolultabb kérdéseket vett föl, hát éppen ezért kellett ide születnie a megváltónak, az egyetemes megváltónak. Mert egyáltalán nem könnyű ennek a korszaknak az útvesztőjében eligazodnunk.
kánaáni követjárás. Ezen a néven emlegeti a művészettörténeti szakirodalom ezt az ábratípust. Egy kép, amely ugyancsak mélyebb üzenetet hordoz. Nagyon lazán kapcsolódik az ábra a bibliai szöveghez. Ha a kazettás mennyezeteink képnyelvét komolyan akarjuk venni, és erre minden okunk megvan, akkor ezt a két függőleges kalapos alakot, aki cipeli vállán egy rúdon ezt a hatalmas szőlőfürtöt, hát ez bizony egy évköri egységnek a képviseletében is lehet értékelni, tehát ilyenkor ők az ikrek havának a képviselő, és itt azért tudni kell, hogy az ikrek hava az pünköst havát jelenti. Vagyis a május végétől június 21-ig tartó időszak jelenik meg előttünk. Ekkor teljesedik ki a fény, hiszen egyenesen a nyári napforduló felé haladunk. Így a kép rávezeti a szemlélőt arra, hogy itt nem csak a fény, hanem benne a jóság, a szeretet, az ingyen kegyelem is kiteljesedik. És így szólal meg a csengeri üzenet, ahogy azt 1576-ban a Mélius Juhász Péter által összeállított csengeri hitvallás is rögzíti. Az Úr Jézus igaz Isten és ember, örökkévaló áldozó pap, és a mi egyetlen közben járunk az Atya Isten és mi közöttünk bűnös emberek között. Fekete nap köszöntött Tícső városára 1711. július 6-án. 1000 fős tatárrabló csapat tölt rá a jó reformátusokra, akik 1401-ben emelt templomukban kerestek menedéket, hiába. Bár a falak erősek voltak, az ajtógerendái állták az ütést, ám a tűz ellen nem védett még a szent hely sem. Égett a templom, és vele együtt a 135 jó tícsői lelke is az Úrnál talált menedékre. A seb 25 évig nem gyógyult. Sem pénz, sem kéz nem akadt, aki enyhítette volna a fájdalmat. Évtizedek kellettek ahhoz, hogy az új generáció hitében megerősödve új templomot emeljen. Csak 1745-ben szentelik a templomot újjá, és 1748-ban készül el ez a 168 kazettát magába foglaló kazettás mennyezet. Ehhez azonban a magyar, református hitében erős presbitérium támogatására, összefogására volt szükség. Arra az egyházon belül működő önkormányzati rendszerre, amelynek tagjai példát mutatva határozták meg a közösségük jelenét és jövőjét. Ők hívták az épülő templomba az asztalos festőmestert, akinek nevét ugyan nem őrzik a técsői festett kazetták, de munkája, az ecsetvonások és az üzenet is nagy mértékben a csengeri mennyezőre, Felsőbányai Asztalos Istvánra emlékeztet. Így jött létre a Kárpát-medence egyik leggazdagabb és legváltozatosabb kazettás mennyezeti öröksége Tétsőn. ...1748 óta hosszú idő telt el. Az egykori magyar föld idegen kézbe került.
a 20. századi történelem területi átrendeződései után Szovjetunióban találták magukat a kárpátaljai reformátusok. Az Istent kizáró rendszer döntéshozói nem engedték a templomok karbantartását, felújítását, így azok állaga folyamatosan romlott. Tudnunk kell azt, hogy a kommunista rendszer alatt több mint 60 éven át a templomainkat nem tudtuk, nem az, hogy nem akartuk, nem tudtuk javítani, felújítani, hiszen ehhez külön engedély kellett a járási párt hivataltól, és az engedély beszerzése sokkal többbe került volna, mint a felújításnak a költsége. A Técsői templom tetőszerkezetén jelentkeztek az első gondok. A közösség mindent elkövetett a drága örökség megmentéséért, de a beázás így is veszélybe sodorta a festett kazettás mennyezetet. A gyülekezet csak 1998-ra erősödött meg annyira, hogy a lelkész vezetésével a presbitérium újra összefogott. Restaurátorok érkeztek, felméréseket végeztek, ám a kiszámolt költségeket a gyülekezet nem tudta vállalni. A rendelkezésre álló összeg csupán a legszükségesebb munkák elvégzésére volt elegendő, illetve arra, hogy a maguk módján mentsék a mennyezetet. Így egy técsői festőművész fiaival vállalták, hogy felújítják a kazettát. Sajnos 3 sor kazettát teljesen eltüntettek, lealapozták, az eredeti kép eltűnt, ugyanazt ugyan visszamásolták, és akkor érkeztek újabb restaurátorok hozzánk, és megértettük azt, hogy nem lehet ezt a munkát eltüntetni és újrafesteni. A felismeréssel megszületett az újabb döntés. A tető javítása után átmásolják vékony falemezekre az eredeti kazettákat. Az új mennyezetet az eredetitől 4 cm-rel lejjebb erősítették föl. Így védték meg azt, ami megmaradt az 1748-as alkotásból. Abból az értékből, amely páratlan kincset, tanulságot hordoz, de amelyet mára csak fényképek őriznek. Itt nem vetületében látjuk a teremtett világon belül azt, ami fölöttünk van, tehát a mennyei rétegét a világnak, a teremtett világnak, hanem közvetlen működésében. A Técsői mennyezeten egyedülállóan sok a növényábrázoláson túlmutató figurális, vagyis az ember és állatalakos ábrázolás. Például a kánaáni követjárás. Az ószövetségi téma, ahogy csengeren, itt is mélyebb tartalmat rejt. A két megszólalásig hasonló férfiú az ikrek tulajdonságok megjelenítője. A vállukon átvetett rúd a maga középső kipúposodásával a mérleg jel. Így ennek a jegynek a tulajdonságait tartalmazza. A képmező leghangsúlyosabb formaeleme azonban kétség kívül a kettős középen terjeszkedő óriás szőlőfürt, a vízöntő hagyományos képjele. Mit keres egy református templom mennyezet kazettáján egy sárkányon lovagló garabonciás diák? Úgy látszik, ennek a vallásfelekezetnek, amit magyar vallásnak is neveznek, a templomaiban tovább őrizték az úgynevezett Szent Istváni térítés előtti ősvallás elemeit. A garabonciás, akárcsak a táltos, készen kapja tudományát, nem részletről részletre araszolgatva iskolapadban szerzi be azt, hanem birtokában van a magasabb rendű tudásnak, amit még nem tud kifogástalanul irányítani. Hol túlságosan lazára engedi a gyeplőt, hol túlhajszolja hordozó állatát, amely így emberi tulajdonságokat fejez ki. Az ember
az alaptulajdonságokat, akár a személyes tulajdonságai, akár kortulajdonságok. Nem agyon kell fegyelmezni, hanem kordában kell tartani, tehát egy bizonyos tóligon belül kell engedni, hagyni. Tehát ha valakinek mondjuk nagyon erős a kötődése az érzéki világhoz, akkor ezt ne akarja aszkézis túlhajtásával agyon fegyelmezni, hanem csak bizonyos keretek között tartani. Ugyancsak sajátos, illetve különös, hogy a mennyezet egyik kazettáján, Pap Gábor művészettörténész elnevezése szerint, pokol ábrázolás jelenik meg. A gyűlölettel teli fejek olyan érzelmeket tükröznek, amelyek szöges ellentétei a Jézusi parancsnak. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És fele barátodat, mint magadat. Maga a szétszórtság jelenik meg itt, és megint figyelmeztet. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt akármelyik táblára nézünk rá, mindegyikben valamilyen figyelmeztetés rejlik, nem is olyan nagyon rejti el a mestere, hogy tudnék, a poklot ne valahol máshol keressük, itt van közöttünk. Tehát ez egy szeretetlen viselkedésnek a közege. Ez az önző és a lélek működtetése helyett állandóan a rációt működtetni kíván a magatartás, előbb-utóbb tényleg egy pokoli állapothoz vezet. Ugyanakkor még ugyanebben a sorban jelenik meg a három nyúl is, tehát amikor egy ilyen zárt körbe belepörgő okoskodási folyamat, amelyik egyenként még lehetne értelmes is, de amikor egy zárt láncolattá válik, nem tud önmaga köréből kilátni, illetve kiszabadulni. Hát ezt mi általában mókuskeréknek szoktuk nevezni, a jelenlegi tudomány ebben pörög. És még mindig nincs vége a figyelmeztetések sorának. Az önfeláldozó szeretet jelképe a pelikán, amely saját begyét sebzi, hogy táplálja éhező fiókáit. A magyar református egyházművészet kedvelt képe ez, de a técsői kazettákon egy másik pelikán ábrázolás is megjelenik. Ezen elmarad a fészek, és hiányoznak a fiókák is. A fejét lehajtó pelikán a lelke helyén szembesül az értelem okozta veszéllyel, amely kioltja a Jézusi önfeláldozó szeretetet. Visszahajtja ugyan a fejét ez a pelikán, de mit talál a kebel helyett? Egy másik fejet. Tehát egy profil ember fejet, ami azt jelenti, hogy kicserélődött a lelkünk, és ott is okoskodni akarunk. Na most, aki a lelkével is okoskodni akar, az kész. Az azt jelenti, hogy az elvesztette az emberi minőségét. Felsőbányai Asztalos István mennyezőmester 1748-ban festett kazettái a figyelmeztetések mellett az emberek számára követendő utat is felmutatják. A kazetták közötti átló vonal jeleníti meg azokat a kapcsolatokat, amelyek túlmutatnak a hétköznapiságon és megoldásokat kínálnak az értékes élethez. Keresd a megoldást egy magasabb szinten. És akkor találod meg például ennek az önmagába záruló, tehát gyermekáldást nem vállaló úgynevezett torzult pelikán magatartásnak a feloldása, az csak az átló mentén található meg. És onnan 5 lépésre ott van a valóban önfeláldozó, tehát egy krisztusi szeretetet megjelenítő igazi pelikánnak. Így mutatja a Tícsői mennyezet azt az utat, amit örökségként kaptunk Isten egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.